következő napirendi pontot kiosztottuk, mert ezeket a számokat még én sem tudom így fejből megjegyezni, és sajnos az internet az még mindig nem működik. A szerver cserét azt végrehajtották, tehát én nem tudom, hogy mi lehet a technikai hiba. Itt egész délelőtt még dolgoztunk vele, most meg testelkülésre az egész rendszer lefagyott, úgyhogy nem tudom, kivizsgáljuk. Akkor a nyílt napirendi, nyílt ülés utolsó napirendi pontja a külterületi dűlőutak fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat keretében meg kell bízni projektmenedzsert, a nyilvánosságot kell biztosítani, illetve a műszaki ellenőr. Mindenki előtt ott van táblázatban, kikaptak ajánlatokat, és a határozat pontjaiban már a legkedvezőbb ajánlattevőknek a neve és az összeg szerepel. Ami összeg szerepel, ez a pályázatban elszámolható és a pályázatban biztosított, tehát külön fedezetet nekünk nem kell hozzátenni. Akkor van-e valakinek, így látja mindenki, meg interneten is megkapta mindenki, van-e kérdés, hozzászólás? Már akkor egyenként szavazunk. Balangó László képviselő úr, a szó, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Én ugye ismételten a múltkori testületülésen nem tudtam részt venni, és hát van néhány kérdésem még a múltkori testületülésből kifolyólag. Amikor megkaptuk a múltkori testületülésre a meghívót, akkor azon három napirendi pont szerepelt zárt ülésként. Aztán valamikor kiegészítésre került a zárt ülés két napirendi ponttal, a két közbeszerzési eljárásra vonatkozóan. Az a kérdésem a jegyző úrhoz, hogy mikor módosult a meghívó. Ugye mi a meghívókat, amikor a meghívóra kattintunk rá a TTT-ben, akkor látjuk az előterjesztéseket is, mind a nyílt, mind a zárt ülésre vonatkozó előterjesztéseket, és azzal, hogy a meghívó módosult, a napirendi pontok, a TTT-ben elérhető napirendi pontok mégsem módosultak. Ugye a napirendi pontok, azok még címmel sem voltak fönt a rendszerben, hanem 14 óra 25 perckor kerültek feltöltésre, mind a nevük, mind pedig az előterjesztések. Az a rendszerből megtekinthető. És ezzel a napirendi ponttal és a múltkori másik közbeszerzéssel kapcsolatban is van néhány problémám. Méghozzá attól félek, hogy megtámadható jogszerűségében az eljárás, és ezt a mintegy fél milliárd forintot el fogjuk bukni. És én most ezért emelek szót, és kérem azt, hogy a közbeszerzési eljárásokat, azokat teljesen újra indítsa újra a képviselőtestület. Elmondom az indokaimat is, hogy miért. Nem a mai napi rendi pont, hanem az üzleti parkos történetről van szó. A képviselőtestület a 17-es napirendi pontjában a múltkor szavazott a bizottságnak, a saját közbeszerzési szabályzatunk szerinti bizottságnak a kiegészítéséről, mert is erről csináltam itt egy feljegyzést magamnak. Akkor a napirendi pont arról szólt, hogy az üzleti park megvalósítása érdekében a szerződések megkötéséről szóló testületi határozat módosítása. Módosítani kellett egy testületi határozatot. Azért, mert a közbeszerzési szabályzatunk úgy szól a közbeszerzési törvénynek a szövegét egy az egyben átvéve. A közbeszerzési eljárás előkészítése, stb. Során és az eljárás más szakaszában bevont személyeknek, szervezetek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Ezt a napirendi pontot azért kellett a múltkor megtárgyalni, mert a bizottság nem rendelkezett ezzel a szakértelemmel, a bizottság tagjai. Viszont, hogyha
A bizottság tagjait a múltkor a képviselőtestület a 17-es napirendi pontban valamikor 4 óra fele lehetett, az választotta meg, akkor ez a bizottság érvényesen nem ülhetett össze 1 órakor, mert pedig a jegyzőkönyvek szerint a bizottság összeült 1 órakor és 1 óra 30 perckor. Tehát a bizottság érvényesen a múltkori testületi ülés előtt nem ülésezhetett, nem jött létre. És ezt azért nem lehetett érvényes, mert egy külön napirendi pont szólt róla, hogy létre kell hozni a bizottságot, tehát megfelelő létszámban, illetve megfelelő szakértelemmel. Ezek időpontok, tehát ezt azt gondolom, hogy át kellene gondolni, és erről kellene beszélni. És akkor 14 óra 25 perckor vagy 14 óra 26-kor feltöltésre kerültek az előterjesztések, amit a bizottság, amelyik 13 órakor vagy 13.30-kor ült, ami érvényesen egyébként nem jött létre, mert korábban, vagy később hozta létre a képviselőtestület, elfogadott, és azt tárgyalt a zárt ülésen a képviselőtestület. Azt sem értem, hogy miért volt zárt ülés, amikor közpénzek elköltéséről van szó. Mennyiben sértette az önkormányzat, vagy más üzleti félnek a gazdasági érdekeit ez, hogy az zárt ülésen kelljen megtárgyalni. Azt is nehezményezem, vagy az is kérdéses, hogy az információim szerint a Városfejlesztő Iroda az egyik a pályázatot benyújtott szereplőtől kért az érvényes pénzügyi tervhez, nem tudom, mi ennek a pontos neve, adatokat. Na most ugye a közbeszerzési törvény előírja azt, hogy az, aki az előkészítésben részt vett, az a közbeszerzésen nem vehet részt. Tehát, hogyha egy külső szereplő mondta meg, hogy körülbelül mennyibe fog kerülni, mondjuk a külterületi utak elkészítése, akkor ő utána nem adhat be jelentkezést egy ilyen közbeszerzésre, mert nincsen verseny. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen azt gondolom, jó indulattal, hogy ezeket a közbeszerzési eljárásokat azonnal le kell állítani, mert meg fogják támadni a jogszerűtlenségre hivatkozva. Remélem nincsen igazam ezekben az időpontokban. Remélem nincs abban igazam, hogy az a bizottság, ami 4 órakor jött létre, az 2-kor ülésezhetett. Mert ha megtámadják, mert jól láthatóak egyébként a jegyzőkönyvek visszakövethetőek, akkor el fogjuk bukni ezt az állami támogatást. Jó, köszönöm szépen. Akkor Jedzi úr fog válaszolni egy részére viszont én fogok válaszolni. Már csak azért is, mert nem ez a napirendi pont, de ha már itt fölmerült, hogy minden kétséget eloszlassunk. Tavaly augusztusban ez a képviselőtestület megválasztotta az üzleti park bírálóbizottságának tagjait. Négy fővel tavaly. Ez a bizottság volt jogosult 1 órakor ülni. A törvény azt írja elő, hogy jogi képviseletet biztosítani kell, de azt, hogy mi módon, azt nem írja, meg a pénzügyit. A Kármentor, BT, közbeszerzési tanácsadónk jogi szakértővel, és maga Tóth Robert úr pedig pénzügyi szakértelemmel rendelkezik. Tehát semmi akadálya nem volt annak jogilag, hogy 1 órakor tavaly megválasztott 4 fős bírálóbizottság az ajánlattételi felhívást megtárgyalja, és az a testület elé bekerüljön. A közbeszerzési törvény is előírja az ajánlattételi felhívás, aki meghozza, tehát a döntést a testület hozza meg, hogy milyen tartalommal jelenik meg az ajánlattételi felhívás, zárt ülés keretében tárgyaljuk. Utána ez megjelenik a közbeszerzési értesítőben, illetve ha az ajánlattevőknek, ha azt az eljárásrendet választja az önkormányzat, hogy 5 céget hív meg, akkor aznak az 5 cégnek megküldésre kerül.
Amiatt senki ne aggódjon, hogy a közbeszerzési eljárás elindítása törvénysértő volt. A testület anno, tavaly augusztusban 4 fős bírálóbizottságot választott, abból 3 fő jelen volt, határozatképes volt. Megtárgyalhatta, időközben a képviselőtestet nyílt ülésen igen kibővített a bírálóbizottság tagjait, tehát amikor már beérkeznek az ajánlatok, akkor már 6 fős bírálóbizottságból kell az 50%-nak jelen lenni. Mert időközben kibővült 2 fővel, Palatinné Zsókával és jegyzőúrral. Tehát ez az egyik. Nem kell leállítani a közbeszerzést, mert törvényes volt az üzleti parkos. A testület, képviselő úr nem volt jelen, 10 igen egybehangzó név szerinti szavazással hagyta jóvá az ajánlattételi felhívást, és azokat a cégeket, akik meghívásra kerültek. A meghívó, ami egy héttel előbb megküldésre került minden képviselőnek, minden címet tartalmazott. Tehát nincs igaz a Balangó képviselő úrnak, amikor azt mondja, hogy a meghívó nem tartalmazta, és új címek. Meg lehet nézni visszamenőleg, hogy mikor lett föltöltve, SMS-t mikor kapott a képviselőtestület. Előtte időben a meghívó tartalmazta valamennyi napirendi pontot, amelyeknek sem a címe, se a száma nem változott. Testületülésen vettünk le 2 napirendi pontot. Az előterjesztés pedig aznap került feltöltésre, miután a bírálóbizottság megtárgyalta, azt követően került feltöltésre az ajánlattételi felhívás, és arra pedig volt lehetősége akár a szünetben hány perces szüneteket? 2x20 perc szünetet rendeltem el. És amikor már a testület ült, 2-kor, akkor az ajánlattétel is, meg a meghívandó cégek is előterjesztés formájában feltöltésre kerültek. Tehát mind a megismerésre volt idő, bizottságoknak, más bizottságnak nem kellett tárgyalni, csak a bíráló bizottságnak, a bíráló bizottság pedig határozatképes volt. És itt van Jánosi László ügyvezető igazgató, mert ő is kapott kérdést, hogy hogy kérhet attól ajánlatot, aki vagy nem is, hogy szerepelhet, tessék parancsolni, és akkor elmondani, hogy... Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester asszony, tisztelt testület, tisztelt Balangó képviselő úr, a külterület utas pályázatnál tervezői költségvetés alapján készítettük el a pályázatot. Nem volt kivitelezői árajánlat alátámasztási kötelezettségünk a pályázat benyújtásának időpontjában kötelezettségként aláírva, ezért én nem is kértem a külterület utas pályázatra senkivel árajánlatot. Nem azoktól, akik most meghívásra kerültek. Nem tudom, hogy mire gondolt elnök úr ezzel a észrevétellel kapcsolatban. Tehát Szatmári Ferenc útépítő, tervező, mérnök került megbízásra a műszaki dokumentáció összeállítására és a tervezői költségvetés elkészítésére. MVH-s projektről van szó, nem is volt elég a sima költségvetési hívószámos költségvetés, ENG kódosot kellett csinálni, és nem került mellé kivitelező ajánlat alátámasztásra. Csak a Szatmári úr által készített költségvetés. Tehát én nem hívtam senkit meg újra, vagy nem javasoltam senkit a mostaniak közül, mert nem volt kivitelező ajánlat. Összegezve nem ez a napirendi pontunk, de aggályait fogalmazta meg jó szándékkal képviselő úr. Az a javaslatom, hogy ha kell írásba valamennyi kérdésére 15 napon belül megválaszolunk, de itt a tévénnyilvánosság előtt is bátran merem állítani, hogy az eljárás elindítása és menetében törvénysértés nem történt. 12 éve dolgozunk együtt Tóth Róbert úrral, közbeszerzési tanácsadóval. Ő arra mindig is nagyon kényes volt, hogy semmiféle törvénysértés ne legyen, szabálytalansági eljárás ne induljon. Ő ebből eleve presztízs kérdést is csinál. Nekem az a kérésem, hogy tételesen képviselő úr aggályait még írásban, ezen kívül, ha van, fogalmazza meg,
és mind jogásszal, mind pedig közbeszerzési tanácsadó bevonásával meg fogjuk válaszolni. Nem, nincsen. Tehát megtárgyalhatja ezt a napirendi pontot, ami a nyilvánosságról szól, műszaki ellenőrzés, és itt a Fervia, ugye Szatmári úrnak a neve szóba jött, ő nem, tehát a Bíráló Bizottság tagja is egyben, mint műszaki ellenőr, de a műszaki ellenőr, mint tervező, ez meg kötelező is, hogy benne legyen a pályázatban. Más is elláthatja a műszaki ellenőri feladatokat, de a legjobban azt tudja megkövetelni, hogy minek kell megvalósulni, aki megtervezte, illetve a pályázatban a műszaki paramétereket meghatározta. Visszatérve a napirendi ponthoz, a nyilvánosság biztosítása, kérem igazgatórat, hogy maradjon még, mert érinti. A nyilvánosság, a projektmenedzser és a műszaki ellenőrzésről kell dönteni, és nem látok több kérdés felvetést, akkor sorban szavazunk. A műszaki ellenőr feladatokra a Fervia Kft. Személy szerint Szatmári Ferenc adta a legkedvezőbb ajánlatot, 685.800 forint, és ez a pályázatban biztosított, és külterületi dilútról beszélünk, nem ipari parkról vagy üzleti parkról, csak hogy tisztázzuk. Aki ezzel egyetért, egyenként fogom megszavaztatni, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Vagy Habony képviselő szólni akar? Jaj, akkor de lehet még, csak mikor már szavazunk, akkor elég nehéz megakasztani. Igen, tessék, parancsolj. Nekem az lenne a tiszteletes kérésem, hogy a műszaki ellenőrt úgy felkészíteni, hogy tényleg műszaki ellenőr legyen. El tudjuk mondani legalább a ciklus végén, hogy volt egy olyan műszaki ellenőr, aki képviselte az önkormányzat érdekét. Én ezt már többször elmondtam ebbe a terembe, csak soha nem sikerül. Soha nem sikerül. Elnök, olyan... a más javaslata? Mert akkor ígyük május végére, bár a tehát ha van más jobb, akit tetszene javasolni, én szívesen veszem, bár ilyenkor már döntéshozatalkor elég nehéz. Nincs nekem más javaslatom, meg ővele sincs bajom. Csak követeljük meg tőle azt, amit meg kell követelni. Ott lesz a projektmenedzser, ha megválasztjuk, aki szintén műszaki szakember. A másik, hogy azért még egyszer hangsúlyozom, külterületi dűlőútnál ne tessenek aszfaltos autópályát várni. A pályáz, tehát attól még útalapnak normálisnak kell lenni, kővel és kiékelve, és mindennek meg a szélességnek meg kell lenni, meg a hosszának meg kell lenni. De én azt kérem mindenkitől, hogy aki képviselős is arra jár, vegyen részt. Hát én kimegyek a beruházásokra, más is jöjjön, azt nézze meg, hogy halad egy beruházás, és kérje számon, én is számon kérem. Elnök úr is ott volt, amikor a Szegfői Bolya utca meg Szeretett utca ment, és számon kérte. Ugyanezt mindenki megteheti. Fehér Endre kért szót szavazás előtt, vagy közben, igen, tessék parancsolni. Reagálnék itt az elnök úrnak a agályaira. Mi ott voltunk lakossági fórumokon, és megismerkedtünk a utcában lakókkal, és ott szép számban vannak útépítéssel foglalkozó szakemberek és vállalkozók. Tehát ők oda fognak figyelni. Ezt úgy megígérték csendben. Úgyhogy efelől azt gondolom, lehetünk nyugodtak. Köszönöm szépen. Mesterasszony, elnök úrral egyetértek én magam is, de biztosíték János úr személye számomra. Szatmári úr szakmaiságával semmi problémám, viszont én továbbra is számomra aggályos nem a napirend, csak az aggályát tudom osztani, alkotás alkotmány út. Én ott voltam, végig ott voltam, jelen voltam az építkezésen, és mindig, tehát este 9 órakor is, Szatmári úr állította egyszerre a szállítmányt, mert mondtam, hogy ez már nem létezik, hogy ilyenkor még hoznak és mit hoznak oda. Én folyamatosan jeleztem, és nekem ígérte Szatmári úr, hogy majd ez meg lesz, tehát na mindegy. Tehát végig ott voltam, sajnos járhatatlan utak vannak. Tehát én is azt mondom, hogy inkább ott végig ott lenni, és figyelni, mert köszönöm szépen, és a jegyzőkönyveket határosan. Indulhat a szavazás? Indulhat a szavazás, tessék parancsolni. Műszaki ellenőr Fervia Kft. 685.800 forintért. Aki ezzel egyetért, kérem nyomjon igen gombot. Hét igen, 3 tartózkodással elfogadta a testület. A következő a nyilvánosság biztosítása, ajánlattevő
241.300 forintért az Abonyi Városfejlesztő Kft., és gondolom a sajtóreferensünkön keresztül tudja biztosítani. Aki elfogadja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Hét igen, három tartózkodással elfogadta a testület. A következő projektmenedzseri feladatok, Városfejlesztő Kft. Bruttó 2.647.950 forint. Aki elfogadja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Hét igen, három tartózkodás. Egybe kérem, hogy a negyedik ponttal együtt fogadja el a határozatot a képviselőtestület, indulhat a szavazás. Hét igen, három tartózkodással elfogadta a testület. Köszönöm szépen!